Szada adott otthont a közép-magyarországi régió tájházainak idei találkozójának március 6-án. A Magyarországi Tájházak Szövetsége által évente megtartott konferencián a tájházakat érintő kérdésekről és pályázati lehetőségekről tanácskoztak, többek között Monori Erdő, Tényő, Nagytarcsa, Tordas, Kóka, Abasár és Budaörs helyi gyűjteményeinek vezetői. Novák Lászlónét a szadai tájház vezetőjét követően Oroszi Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy úgy döntöttek, hogy itt tartják meg ezt a megbeszélést, ami úgy hallottam, hogy a jövőt fogja majd képviselni olyan értelemben, hogy a tájházak életének a továbbfolytatása hogyan történjen, a pályázatok milyen lehetőséget nyújtanak a pályázatok, a tájházak tovább fejlesztésére, és mi az, amit célszerű megvalósítani ezekből szerény lehetőségeinkhez mérten. Én úgy ítélem meg, és majd önök látni fogják, hogy Szadán a tájház megfelelő rangot kapott, az önkormányzat képviselőtestülete, a szadai lakosság megfelelőképpen értékeli, becsüli a tájházat. Úgy érezzük, hogy együtt dobban a szív, mert Szadának a múltja benne van, és hát a szadai lakosság ezt áttérzi, és ezért is rendkívül módon támogatja, és sok szeretettel veszi körül. Én azt kívánom, hogy az önök tanácskozása legyen eredményes, egymásnak adják át a megszerzett tudást, a megszerzett lehetőségekről a dolgokat, és ezt hasznosítani fogja majd Szada is, gondolom, kritikéjék a alapítvány vezetése, és hát mindenki, aki ebbe részt vesz. Még egyszer szeretettel, tisztelettel köszöntöm önöket, érezzék jól magukat nagyközségünkben, Szadán, gyümölcstermő, Szentszalon. A közép-magyarországi régióban közel 50 tájház működik, melyek megóvása és üzemeltetése komoly feladatot ró az azokat fenntartó önkormányzatokra, civil szervezetekre. Sajnos még most 2015-ben is mondhatom azt, hogy az 1980-as évek, amikor a legtöbb gyűjtemény alapítása tehető, nagyon sok intézményünk, nagyon sok tájházunk abban az állapotban van, ahogy 80-as években megalapították, tehát az azóta eltelt több mint 30 évben, sőt most már 35 évben igazából nagy előrelépés nem történt. Tehát ez azt jelenti, hogy épület szempontjából ez rettentő sok romlást eredményezett, úgyhogy a pályázatoknál látható is, hogy a legtöbben az infrastruktúrális fejlesztésre szeretnének pályázni. A Kubinyi Ágoston program célja a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása. A közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek esetében a kiállítások létrehozása és felújítása mellett infrastruktúrális fejlesztésekre és közösségi programok szervezésére is lehetőséget nyújt. Az alap funkció, aminek meg kell feleljünk a pályázati kiírásnál, az az, hogy önkormányzati fenntartású és működési engedéllyel rendelkező tájház legyen az intézmény. A működési engedély minisztériumi hatály alá tartozik, tehát akinek ilyen van, azt tud pályázni. Ezek a támogatási keretek az elmúlt években rendelet szabályozta, és a tavalyi évben 65 millió forint volt, ez a közérdekű múzeális kiállítóhelyek és gyűjtemények, általában a tájházak ebbe a kategóriába tartoznak, az előző évben pedig 60 millió forintos keretre tudtak pályázni. Az idei évben nincs még arról információnk, hogy ez a keret mekkora összeg lesz, de az mindenképp egy fontos információ, hogy rendelkezésre áll, sőt úgy néz ki, hogy pályázati kiírásként fog megjelenni, nem egy rendelet mellékleteként, és hogy azok a célok, amelyekben eddig pályázhattak, ez három kiemelt cél, infrastruktúrális fejlesztése a tájházaknak, magának a gyűjteménynek, a kiállítóhelynek a megújítása,
és a harmadik pedig programokra, közösségi programokra. Ez nagy valószínűséggel idén is rendelkezésre áll majd. A Szadai Tájház feladatának tekinti a hagyományos, elsősorban a 20. század eleji szadai népélet tárgyi környezetének bemutatását. Minden évben azt mondjuk, hogy ezt még befejezzük, és akkor rendben van. Most ugye a falvarrásnak a elvarrása következik, és akkor az épület úgy tűnik, hogy igen. De hát ott van még a pince, meg ott van a padlás. A padlást szeretnénk megerősíteni a födémet, hogy oda rendesen föl lehessen járni. Ott valami raktárteret is, meg kiállító teret is szeretnénk csinálni. A pince valószínűleg néprajzilag a legértékesebb része a tájháznak, mert ez egy vájt pince, tehát nem épített, hanem vájt. Gyönyörű, szép. Ott a lejáratot kellene megcsinálni. Nem az eredetit, ami az utca felől volt, hanem a mostanit, és kialakítani rendesen a szadai borászati hagyományokat reprezentáló kiállítás részt. A 2000-es év első évtizedében voltak pályázatok felújításra. 2009-ben mi az utolsót fogtuk ki, és akkor nyertünk is központi pályázaton, abban a reményben, hogy majd folytatódik minden évben. 2010-ben már nem írták ki, és azóta se, és azóta a pályázatok nagy részéből a Szada, mint a központi régió része ki volt zárva. Tehát mi nagyon sok pályázaton nem vehettünk részt. Nagyon remélem, hogy akkor ebben megint sikerünk lesz, hiszen az önkormányzattal jó a kapcsolat, ami rajtuk múlik, azt megadják. Nagyon jó lenne. Az előbb felsoroltakon kívül még van ötletünk. A már megvalósult pályázatokról is hallhattak beszámolót a Szadai Tájház találkozó résztvevői. Tölgyesiné Besenyei Edit a Kókai helytörténetű kiállítóhelyről és annak infrastruktúrális fejlesztéséről tartott előadást. Hát így néz ki most jelen esetben a Kossuth Falu Múzeum, a Kókai helytörténeti gyűjteményünk. Nem azt mondom, hogy az épület a legalkalmasabb, tehát tájháznak nagyon nem is lenne jó, hiszen egészen belenyúltak építészetileg, amit 100-110 évvel ezelőtt megépítettek. A homlokzati nyílászárók az, ami még úgy megmaradt, de már sajnos az udvar felől sok mindenbe belenyúltak a 70-es, 80-as évekbe. De mi ezt kaptuk, és ennek örültünk a legjobban. Méghozzá ugye 1998-ban adták át március 15-én ezt a helytörténeti gyűjteményt, méghozzá Tóth Józsi bácsi, aki 20 évig gyűjtötte gyerekekkel, felnőttekkel, egyszerűen rendíthetetlenül a mindenféle szenzációs eszközöket, ami Kóka történetét, múltját, hagyományait örökíti meg, tehát annyi sok dolog van, hogy túl sok is. Így az ember így ránéz, azt mondja, hogy hát itt nincs semmiféle probléma. Hát sajnos ez nem így van. Tehát 2012-ben már olyan állapotok kezdtek uralkodni kívülbelül, ami az építészek szerint is, tehát megváltozott egy picit a talaj, és feltöltődött körülötte minden, és a víz egyre jobban odagyűlt, és hát ugye ez a sok-sok év alatt történt, és nem igazából figyeltünk, vagy figyeltek erre elődeink, és ennek az lett a következménye, hogy szép lassan az épület, de a szomszédos épületek is így jártak, hogy olyan szinten vizesek a falak, hiszen ezek szigetelés nélküli épületek, hogy már maga a néprajzos is azt mondta, hogy tehát veszélybe kerül, ami bent van. Tehát nem csak az épület, hanem ami bent van gyűjtemény, az is veszélybe kerül. Úgyhogy nagyon elkeserítő volt, hogy vajon mit lehet csinálni. És akkor ugye Edina segített, hogy létezik ez a fajta támogatás, mert önerőből, önkormányzati támogatásból lehetetlen, tehát abszolút lehetetlen. És akkor ugye ő felhívta a figyelmet erre a pályázatra, amiről ugye ő beszélt is, és tervezővel leültünk,
mit lehet csinálni, szigetelni, ezt csinálni, azt csinálni, csapadékvizet elvezetni, stb. Osztott, szorzott, és akkor kijött 2 millió 900 forint, ugye 3 millió volt a maximum. És hát beadtuk ezzel az összeggel, aztán jött ugye a döntés, és lett belőle ennyi. Hogy akkor most mi legyen. És nagyon jó építészünk van, aki ráadásul nagyon szereti ezeket a régi épületeket, és ő végig gondolta és utána járt, hogy Budapesten is nagyon sok olyan műemlékjellegű épület van, amit nem azzal oldják meg a vízesedést, hogy szigetelnek, meg stb., hanem egy másik megoldással, ami olcsóbb, és az eddigi eltelt évek alatt úgy néz ki, hogy ugyanolyan jó a megoldás, viszont ugye eltérő, amit beadtunk pályázatot, hogy vajon ezt elfogadják-e, avagy sem. És akkor az építész leírta, alátámasztotta ezeket a dolgokat, beküldtük a pályázat kiíróhoz, és rövidesen vissza is jeleztek, hogy elfogadják, tehát elkezdhetjük a munkát. És ugye ez már március volt, közben volt egy nyertes pályázatunk a Múzeumok Éjszakája, ami ugye júniusban van, most akkor nagyon gyorsan kellett dolgozni, tehát tényleg roham tempó volt, mindenkit össze kellett hangolni, és nekifogtunk ennek a fajta szint alatti szellőző csatorna kiépítésnek. A karcagi Györfi István Nagykun Múzeum munkatársa, Őrsi Zsolt, a Kántor Sándor fazekas ház fejlesztéséről számolt be. Ugye a pályázatnak elsődleges célja az volt, hogy a mostani megnövekedett igényeket, amelyek az emberekben most már úgy kezdenek, kicsit több pénzünk van, jobban mozognak, többet tudnak költeni a kultúrára, illetve a turizmusra. Ez ugye meg is látszik ezekben a szép eredményekben, amelyet tavaly is produkált az ország, ebből kifolyólag is, hogy ezt ugye még tovább fejlesszük, illetve ennek a háznak, ugye, mivel Kántor Sándor egy világhírű fazekasmester volt, ugye, ennek ugye egy új kiállítást szervezzünk, illetve egy programot is adjunk neki, amelyen még több látogatót tudunk vonzani erre a projektre. A fejlesztési terv két fő részből állt, ugye az állandó kiállítás szakmai és fizikai felújítása, illetve egy programsorozat kiállítása, amely egy tulajdonképpen egy ilyen foglalkoztatásból áll, ugye a fazekasság és a népművészet iránt érdeklődőknek egyfajta bemutató teret adni, illetve foglalkoztatni őket. A megvalósulás, ugye, mint említettem, egy új állandó kiállításból állt, amelynek része volt ugye a Pitor, ez egy, majd elmondom a későbbiekben, hogy néz ki ez az egész. Ugye a Pitor a fogadótéri alakítása, a szoba egy átalakítása Kántor tanítványok számára, illetve azokról való megemlékezés, azok bemutatása, illetve a régi teremőri helyiségben ez a foglalkoztató szoba kialakítása, amit majd a későbbiekben persze szeretnénk bővíteni, mert az épület adottsága ezt lehetővé teszi. 1982-ben vásárolta meg a megyei tanács művelési osztály ezt az épületet, és még abban az évben meg is nyílt a kiállítás, amely a Selmeci László rendezett, az akkori megyei múzeum igazgató. Itt Kántor Sándort láthatjuk a megnyitón. Hát itt van a fejlesztéseknek, most ugye megyünk sorba. Ugye ez a Pitor így nézett ki a felújítás előtt. Láthatjuk, hogy a jobb sarokban elég csúnya beázás nyomok, amelyek ugye már el lettek tüntetve, de még mindig átjönnek a falon és a meszelésen keresztül is. Ez is ugyanaz, itt is a jobb oldalon láthatjuk, hogy szóval hiába lett megcsinálva a tető, azért még a beázások nyomai még azért látszanak. Ez pedig már a felújított kiállítás, itt ugye rendben lett hozva teljesen a falazat, illetve bútorokkal rendeztük be ezt a fogadóteret, illetve a
a hátsó falon és az oldalsó falakon láthatjuk Kántor Sándor egy némely kiállításon nyert okleveleit. A Boldogi Tájház tárlatának kialakításáról Bajnóczi Kovács Edina tartott előadást. A Boldogi Viselet kiállítás újragondolás esetében ez volt az alap felvetés, hogy újra kell gondolnunk ezt a kiállítást. Született egy új koncepció, amely a régit felváltotta, és a kiállítás kurátoraként voltam jelen, és Hugyecsek Balázs kiállítás rendező készített hozzá látványtervet ehhez az elképzeléshez, és ő öntötte formába mindazokat a gondolatokat, amelyeket a viseletek bemutatására kitaláltam. A Boldogon éltek, ez a címe a kiállításnak, és boldogon éltek. Ugye ez egy népmesei fordulatot próbált idézni, mindenki tudja a folytatást, de nem boldogan, hanem boldogon. Ez egy kicsit ilyen szójáték, de úgy éreztük, hogy ez takarja azt a témát, amiről szól. Ez az új kiállítás 1925 és 1945 között Boldogon zajlott lakodalmak résztvevőit megörökítő fényképfelvétele és tárgyi anyag révén a korabeli falu ünnepi viseletét mutatja be. Ugye miért volt ez a tematika kézenfekvő? Hát a viselet minden darabja megjelent az ő kiállításukban. A lakodalom az a helyszín, az az ünnep, amikor a falu lakossága ünnepi viseletet ölt, kortól, nemtől függetlenül, és ott ez ebben megjelenik. Tehát tulajdonképpen egy lakodalmas menetet jelenítettünk meg, és ha az ember belép most ebbe a szobába, amiben mi 2 éve beléptünk, akkor szembe jön vele az ifjú pár, meg mögötte a násznép. A tájházak nem csak az ott törzött muzeális értékek miatt fontosak, hanem mára igazi közösségi térre alakultak. Ezeken a helyeken egyre több szabadidős, illetve turisztikai programot szerveznek. Azt látom én, hogy az elmúlt években a pályázati kiíróknak az elképzelés, tehát hogy nagyon fontos a fejlesztés, de hogy azt látom, hogy nagyon számukra az a fontos talán, hogy a közösségi tér hogyan jelenik meg, tehát mitől lesz a tájház egy olyan hely, ami egy közösséget teremtő hely lesz. Tehát azokban a program elemekben, amik ezt szolgálják, tehát akár egy program, egy összefüggő program, ami közösséget erősít, ezt milyen módon szolgálja, illetve mondjuk arra kell gondolni, hogy ha vannak tájházak, ahol nincs nagyon lehetőség közösségi tér kialakítására, tehát foglaltak a termek, stb., akkor ott, hogyha például mi Gyömrön az udvaron oldottuk ezt meg, tehát nem az épületben, hanem mi az udvaron szerettünk volna egy fedett teret, egy kemencével, és ezt valósítottuk meg, ahol egy csoportot le tudunk ültetni, ha esik az eső, akkor nem a szanaszét az udvaron vannak a gyerekek, vagy a csoportok, hanem ott. És hát még egyéb programokra is alkalmas ez a színtér. Tehát ahol a közösségi szintér megjelenik, vagy később, tehát a fejlesztéseket követően szükség van rá, akkor ez nagyon erős. Mivel ez az egyetlen módja egy ilyen kis gyűjteménynek, hogy támogatást szerezzem jelen pillanatban állami szférától, ezért is nagyon fontos ez, hogy azok a közösségek, azok az önkormányzatok, akik ezzel élnek és tudnak élni, azok éljenek vele, hiszen nagyon sok helyen az összedőlés vagy a gyűjteménynek a károsodása már az, ami szóba került, és ugye aki helyi lakos, tehát egy településről most ide érkezett, ők mind nagyon tudják azt, hogy egy adott kis közösségben milyen nehéz szembesülni ilyen súlyos problémákkal, és milyen felelősség a korábbiak, tehát az idősebb generáció számára számot adni arról, hogy hát elhasználódott, tönkrement, nem gondoskodunk róla, stb. Tehát itt nagyon fontos az önkormányzat szerepe, hogyha nincs is rá pénz, mert nagyon sok helyen kis településekről beszélünk, nincs arra mód, hogy jelentősebb összeget fordítsanak az épületre, ezzel a lépéssel megpróbálhatja legalább az önkormányzat, hogy más helyről forrást szerezzen. Úgyhogy ezért is örülök annak, hogy sokan eljöttek, és így a televízión keresztül pedig talán még több
területen lévő tájházhoz is eljut az információ, hogy lesz erre lehetőség a közeljövőben, és hogy érdemes beadni az igényeket. Ezt a legényt még akkor megszerettem, mikor mi első este beszéltem, mert tetszett a gyönyörű szész a háért, homlokán a göndörődő hajáért. Bíró uram, tegyen rendet, ha lehet, kit szerettem, az az enyém nem lehet. Száraz elgon, azt fűkíli a rígó, szerelemből nem parancsol a bíró. Sem a bíró, sem a jó édesanyám, ahhoz megyek, itt szeretek igazán. A legtöbb múltjára, hagyományaira, szellemi és kulturális örökségére büszke településen működnek tájházak. Ilyen település Szada is, ahol a tájház tulajdonosa a Szada Nagyközség önkormányzata, működtetője a civil kezdeményezésként létrejött Közhasznú Kulturális Egyesület Szadáért. A tájház találkozó előadásait követően a résztvevők a szadai tájházban tett látogatásuk során a gyűjtemény megtekintése mellett a tájház rekonstrukciójának részleteivel is megismerkedhettek. Volt ott egy fészer, de már ment tönkre, és a szomszéd, akik nagyon rendes emberek, szintén szoktak nekünk segíteni, már majdnem lecsúsztak házastól, úgyhogy azt kellett ott megerősíteni, azt a támfalat. Mert ugye Szada igen dongos. Ráadásul még agyagos is, úgyhogy ez most még egy nagyon jó, egy viszonylag jó itt ez az udvarnak a fedése. Fölszedtük a betonokat, és akkor elkezdtünk csúszni, mint az agyagon. És akkor a skanzen főépítésze segített abban, hogy válják ki ezt az egészet, nagy kövekkel, kisebb kövekkel, tehát a vízlevezetést erről nagyon lejtős területről hogy lehet megoldani. A Közép-Magyarországi Régió tájházainak idei találkozójának zárásaként a Cibera Népi Együttes adott ízelítőt a szadai hagyományokból.